árnyékot közvethetjük egyes sorszámban. Összes sorszámmal Tányani Erikát köszönhetjük.
Drága Zsuzsát köszönhetjük hatos sorszámmal. Kilences sorszámmal Sajó Mónikát láthatjuk.
legyeket, maradjanak fel a színpadra. A szalonvezetőnek, hogy ilyen szépen felkészítette a hölgyeket. A versenyzők figuráit erre a második fordulóra újra szépen felkészítették, készítették, és mindez a szalom esti esküvői ruhakölcsönző szalon ajándéka volt, és Edith Kényben a csodálatos köszöntöm újra a színpadon a versenyzőket, mind a 10 hölgyet. Elsősorban most szeretnénk mindannyiukat lazítani egy kicsit, bár ez nem lesz rájuk rögtön hatással, ugyanis a Szaltó Kft. Ajándékát fogják megkapni. Itt Fehérgyarmaton is működnek
egy italnagy kereskedéssel, és minden hölgynek felajánlottak egy üveg pezsgőt, és reméljük, hogy miután az eredményhirdetésnek vége meg is kóstolják. Tehát akkor a Szaltó Kft. Ajándékai következnek, melyet minden versenyzőnek átad Lukovics Attila. És Tisza Marica. Következő ajándékcsokor, amelyet szintén minden versenyző kap, az Icebox termékek forgalmazója. Mindenki kap tőlük egy kedves ajándékcsomagot. Ezek a termékek hűtve, sültetlenül egyaránt fogyaszthatóak a család kisebb és nagyobb tagjainak örömére. Ez nagyon ízletes, finom édességek. Milyen kedves feladat! A következő ajándékcsomag felajánlója az Interport Corporation RT Budapestről, akinek a képviselője sajnos nem tudott eljönni ma este hozzá, de nagy szeretettel küldte el ajándékcsomagjait, amelyeket most szintén átadunk a hölgyeknek. Több terméket foglalkoznak, ezek között az Antonio Banderas partnöket, a Fétis és a Blasi partnöket. Most egy különleges csomagot kapnak a hölgyek, amelyet majd későbbiekben mondanak fel. Ezt követően pedig inkább igyekszünk ABC sorrendben mondani az ajándékokat, hiszen most nem helyezések szerint kapnak ajándékot a hölgyek, hanem külön díjat. A felajánlónk a Kurz BT Nyíregyházáról, a Váci Mihály utcai nagykereskedelmi raktáráruhát állította össze ezt a kellemes ajándékcsomagot, mely parfümöt és bombont tartalmaz. A Leírdikónak adjuk át ezt az ajándékcsomagot. A következő ajándékcsomagot Balogh Aliznek. Balogh Aliz 3-as sorszámú versenyzőnk. Farkas Zsuzsának 6-os sorszámú versenyzőnknek. Sorszámú versenyzőnknek, Sajó Mónikának is szintén a Kurz BC ajándékát adjuk el.
10-es, most a 9-es sorszámú versenyzőnknek, Sajó Mónikának. 9. A 10-es sorszámú versenyzőnknek, Tóth Ildikónak. Ajándékcsomagot, külön díjat Molnár Noéminek, a 8-as sorszámú versenyzőnknek adjuk át. 8-as sorszámú versenyzőnknek, Molnár Noéminek. A következő külön díjat Kovács név Szűcs Katalinnak, 7-es sorszámú versenyzőnknek adjuk át, amely szintén egy kozmetikai csomag. Két külön díjat adnék át, mely utazási kedvezmény 3000 forint értékben Balog Alice számára, 3-as sorszámú versenyzőnknek. Következő utazási kedvezmény 3000 forint értékben Molnár Noéminek, 8-as sorszámú versenyzőnknek. Farkas Zsuzsának egy személyre szabott ajándékot szeretnék átadni, az Alfa Autós Iskola 15%-os autóvezetési tanfolyamának kedvezményét, tehát Farkas Zsuzsának, 6-os sorszámú versenyzőnknek. És megkérném a Rádi Autóalkatrész nagykereskedés vezetőjét, Rádi Lászlót, hogy adja át a következő külön díjat, hiszen az ő számára a legmodernebb Citynek szeretné átadni, Kovácsné Szűcs Katalinnak. Nagyon szépen köszönjük, és reméljük nagy meglepetés lesz. Következő díjat, amely már nem külön díj, hanem a harmadik helyezett hölgynek jár. A 2-es sorszámú Apáti Mónikának és Róka Andrea külön díját kapja. Tehát a harmadik helyezett 2-es sorszámú Apáti Mónika. Szépen köszönjük, és a harmadik helyezéssel járó virágcsokrot 2-es sorszámmal Apáti Mónikának adjuk át. Fogadja szeretettel tőlünk. A következő nagyon szép ajándék kosarat megkérem az Áfész Fehérgyarmati Áfész elnökét, Tóth Zsigmond urat, hogy adja át ajándék csomagját. Az ő általa felajánlott ajándékkosarat a második helyezettnek, az 5-ös sorszámú Dányádi Erikának. Sok sikert kívánok Erikának! Helyezéshez járó virágcsokrot is megkapja. Újabb két puszi kíséretében. A második helyezett szintén kap Róka Andreától egy kedvezményre jogosító kártyát, amelyet a Misztik parfümériában vásárolhat le. És most fokozzuk tovább egy kicsit a hangulatot, a feszültséget, melyiket mondjam. Megkérném a Gentleman Tours utazási iroda képviselőjét, Gyula Sándor urat, fáradjon közelebb.
Az Ér utca 12 szám alatt található az utazási irodájuk. Bár nem tudok közelebb menni, kicsit a lányok hátterébe szorulok, de azért egy rövid interjúra ide hívnám a Gyula Sándor urat. Ugyanis eddig nagyon-nagyon sok utat, társas utazással mentek Szlovákiába, síutakra, de én úgy tudom, hogy újdonságaik is vannak Gyula Sándor úréknak. Szeretném megtudni tőle, hogy milyen újdonságokkal szolgálnak idén. Az utazási irodája elsősorban sportturizmussal foglalkozik, télen síelünk, snowboardozunk, nyáron pedig különböző sportutakat szervezünk, a legújabb utunk az a Franciaország Loire folyó lesz, egy ilyen Loire vizitúra, vadvizitúrákat szervezünk Ausztriába, valamint Ukrajnába, és hát különböző erdélyi utakat is szervezünk a következőben. Tehát ha valaki extrém sportokat kedvei, tehát vadvizitúrára jelentkezne, az megteheti az Ér utca 12 szám alatt Katalinnál, aki segítségükre van napközben az utazási irodában. És én most arra szeretném megkérni a Gyula Sándor urat, hogy adja át az első helyezettnek járó, milyen díjat is? Egy szlovákiai sítúra ajánlat, síoktatással egybe kötve, és a győztes az időpontot majd maga választhatja meg, január vagy február hónap. Nagyon szépen köszönjük főleg, hogy ilyen kedvezményt adott, hogy nem időponthoz kötött, tehát a családi helyzettől, esetleg iskolához viszonyítva meg tudja választani az időpontot, amikor egy hétre Szlovákiába szeretne elutazni. Tehát az első helyezettünk... Ki is az első helyezettünk? Nagyon idegesek vagytok, lányok? Az első helyezett a 4-es sorszámú Berta Éva. Virágcsokrot, és jelképesen ugyan remek koronázzuk. Egyébként segítsen nekünk elhelyezni a koronát nemes főn, hiszen ő hozzáértő, és biztosan tudja, hogy ehhez a frizurához hogyan kell elhelyeznie. Későbbiekben elmondhassa majd gyermekeinek, hogy részt vett egy ilyen kellemes kis estén. És a Székma Fotó Kft-től mindenki, aki itt van ezen a mai estén, rendelhet azokból a fotókból, amelyek elkészültek, hiszen Galambos úr serénykedett, mindenkiről több fotót készített, és akinek kedvese, barátja, ismerőse áll most a színpadon, az nyílt helyen a Bethlen Gábor utca 2 szám alatt rendelhet azokból a fotókból, amelyeket éppen most készít Galambos úr. Azért is beszélek ilyen sokáig, hogy igazán művészi fotók készülhessenek. És kérem szépen a udvarhölgyeket, lépjenek előre csokraikkal. Fogják közben az első helyezettek, hogy hadd készítsünk még több fotót. És a lányokat kérjük, kicsit zárják a sorokat. Lépjenek közelebb egymáshoz. Hiszen fantasztikusan szerepeltek mindannyian, mindenki megérdemli azt, hogy úgy érezze, ma igazi hercegnő volt.
Bár egy királynőnk van, de rengeteg hercegnőnk. Kilenc hercegnőnk. És most szeretném átadni az okleveleket, hogy maradjatok még a színpadon, míg megkapjátok ezeket az okleveleket, jó?